Munkács Kárpátalja központi részén terül el, az északkeleti Kárpátok aljában, az Alföld és a hegyvidék találkozásánál. Gazdasági potenciája továbbá a lakosság száma szerint a megye második legnagyobb városának számít. Ungvártól 42 kilométerre délkeletre a Latorca partján fekszik. Neve a régi magyar Muncas személynévből való, melynek eredete a munkafőnév. Várát a monda szerint Álmos vezér építtette, és a hegyeken való vesződséges átkelés emlékére kapta mai nevét. Először 1064-ben említik. A városban 25 évvel ezelőtt kerületenként 5-6 kéményseprő dolgozott. A számuk napjainkra két főre csökkent az egész városban. Tau Berti vagyok, Berta Lóicsi. 1949. 07-27 születtem. Lehet, ebből jövő hónapban leszek már 70 éves, Istenre segít. Hát reméljük, hogy így lesz. És mi ez a szobor, Berti? Ez a szobor, csinálták itten a Munkácsi Városházáról. Jani bácsi Brody, Ungváron kiöntötték, idehozták, már több mint 8 éve. Hát ilyen reklámnak csináltak az egész. Hogy legyen. Ez. Reklámot, meg szobrot azt gondolom, hogy olyan ember kap, vagy olyan tevékenység, ami fontos. Na most mit tudok önnek, hogy ez a szakma megyen kifele? Hát az a lényeg, hogy már csak ketten maradtunk, van egy fiatal haverem, haver legyen, haver vagy azt mondja, napárdik, vagy azt mondja, hogy kolléga, legyen kolléga legjobban. Már 8. éve dolgozik vele, és mit mondjak önnek? Az a lényeg, hogy ez a fizetés nem jön senki is. És tulajdonképpen csak a fizetés, ami visszatartja? Hát nem a fizetés, például őket nem a fizetés tartja vissza. Engem már 70 fel aztán, hogy hazafele, egy az. Már kezdek belefáradni, de még nyáron, ősszel, tavasszal, de már tényleg az a sikos időben dolgozni, már nem munka. Hánca mondta a barátom, András, papó azt mondja, hogy menjünk gyalog, mondom, azt akartak mondani, mert az ember leesik már ilyen időben, ilyen korszakban, eltöri magát, otthon feküdni, az már nem munka, inkább ott hagyni. Berti bácsi, emlékszik arra, hogy milyen volt az első napja, mint kéményseprő? Akkor, hát az nagyon régen volt, az volt, megmondom önnek, 73-07-15. Az udvarom, apósom szétette a szerszámot, mutatta, hogy kell összeszedni. Az apósa? Igen, ő dolgozott még magyarokkal, a csehekkal dolgozott. Hát egyszer nem sikerült, azt szétszedtem még egyszer,
Harmadszor már sikerült, utána azt mondja, hogy tovább. Az ember mindig tovább dolgozik, akkor már tudja a szerszámot. Például András balra szedi, én jobbra szedem a szerszámot. Aha, szedi a szerszámot. Na, hogy mi ez a szedés, ez a szerszám? Hát az ezt a szétke... Ezt megmutatja például. Majd, meg. Ugye? Fog jó. Meg. Egy, ne, most? Igen, elkezdjük. Jó, fogom. Fogod? Na, hát ez mit? Nem kell mit utatni. Levetted a szerszámot, tessék. Összekötöm, mert a biciklin saloga nem jó. Az autót széttekerem, ide beakasztom. A helye is van. Aha. Ide be. Igen? Na most akkor például ezt a kefét megfogtam. Még egyszer széthúztam. Akkor tette vissza a helyére. És az, hogy balra vagy jobbra tekerem, megint más, persze. Ez megyen jobbra, ő balra tekeri, ez oda megyen. De az egyébként kéményseplési szempontból teljesen mindegy. Hát nem nagyon. Nem nagyon? Végül a ez, akkor másképp megyen a munka. Végül ezt szétszedem most, nézzék meg. Na, szét van szed. Még egyszer. Ez milyen hosszú? Ez 7 méter. 7 méter. Most eszem vissza a helyére. Vissza. Ide. Behúztam. Húzom tovább. Ez körülbelül elég neki. Most húzom be. Még egyszer. Helyére. Húzom kétszer. Egyszer. A kémények működése a közlekedő edények törvényén alapszik. A kéményben lévő könnyebb, meleg levegőoszlop a kémény körüli nehezebb levegőoszloppal egyensúlyba jönni igyekszik, és eközben az égéshez szükséges húzatot idézi elő. Az egyiknek drót van a végén, egy picit. Igen, ez a drót, ez megyen a téglakéményre. És a másik? Az azbest csőre. Ez a magyarok adták nekem. Nekem van még szerszám. Ez mi? Azbest csőhöz? Igen, csak ez kicsire, nem nagyra. Nekem van még olyan kefe, hozták a magyarok, hogy ilyen, mint ez, az körülbelül kijön 12 méterre. Szét lehet csavarni, és ott lehet csavarni. És lehet alulról seperni. Felfele. Hadd kérdezzek még olyat, hogy... Amikor kezdte ezt a dolgot, a pályát, meg a kéményseprést, akkor ahhoz képest most mennyire becsülik meg a munkáját? Tudom, hogy nagyon sok minden változott, az emberek is változnak, a fizetés is változott. Minden változott. De igazából én azt gondolnám, hogy... Én azt mondom neked még egyszer, hogy régen, amikor jártunk sorseprésre, hoztuk a létát magunk, meg olyan volt, olyan munkát úgy csináltak nekünk, hogy ahol van létre, oda küldtek az utcába. Értem. Ha nem volt létre, akkor vettük a létrát, azt vittük magunkkal. Most például, mit mondja neked, hogy sok helyen nincs létre sem. Még például 50-es lakásokban volt, és azt mentünk, nincs létre. Ellopták. A kémények fajtái. Falazott, elemes, szerelt, kondenzációs, gravitációs és turbós kémény. Az egyes fűtőkészülékek fajtái szerint a kémény lehet szilárd vagy gáztüzelésre alkalmas, ezen belül nyitott égésterű készülékhez természetes húzatú és zárt, avagy kondenzációs készülékekhez, mesterséges húzatú kéményeknek nyomásállónak kell lenniük. Az elemes kémények megfelelő hőszigetelő képességgel rendelkeznek, de külön hőszigetelt típus szükséges, például külső falba épített kémény céljára. Ezzel a kefével először is leszedjük a pókhálót. Csak ez, a pókhálót? Igen.
ez például ezt a szószkát, itt körülbelül itt van három kémény, leszedjük a spókhálót először is, így, második kéménybe, és akkor még a harmadikba is. Ez így megy minden kéményhez, nem csak ehhez, minden kéményhez, mert a golyó az megint más. Most ebben a kefével leszedjük a pókhálót, ezt a kefét én most leteszem ide. A pók mennyire szereti a kémény? Hát ha a kémény nincs használva például, akkor nagyon meggyűl. Ha van használva, akkor nincs rajta, ugye, mert télen egyáltalán is pókháló. Sok helyen például ventilációban szokott lenni, de ahol fűtenek például gázzal, kolonka van, melegszenek, akkor plusz még hozzá. Mosák. Eszembe jutott valami, gyorsan hadd kérdezzem. Tessék. Meg. Mondjuk, ugye nyáron keveset fűtünk, szinte semmit. Tele megy mondjuk pókhálóval a kémény. Körbefonja a pók. Nem az nagyon, mert csak használják a kéményt a konyhában, mert fürödnek, és mossák az edényeket. Jó, oké, de mondjuk egy olyan helyen, ahol mondjuk egy cserépkályha van rákötve a kéményre, tehát amit csak télen használják. A póknak a hálója az van olyan erős, hogy összegyűjtse a koszt? A téglak, az például a kályhától nem, csak a gáztól. A kályhában is szokott lenni, csak az a lényeg, a kályhában a más a szisztéma. Fával fűteni, vagy gázzal fűteni, megint a más a szisztéma. Értem. Na, például a gázban például nem fűtenek, például ezt a diót rádobjuk, nem tud átverni, azért, mert nagy neki a másképpen megy. Például a fűtünk izévenél fáva, ott már más a szisztéma. Na most ebben a golyóval, ez körülbelül 3-4 kiló. Most ezt például lepösepeltem ebben a kefével, ebben engedem a golyót. Ez körülbelül úgy látom, lemegy harmadik emeletre, vagy negyedik. Itt fűtenek fával, mert látszik a kéményen. Az a fekete kukor? Igen. Ez 100%. A szabad egyébként ilyen háznál? Hát miért ne? Itt nekik van cserepkájájuk. Meg voltam náluk, nem is egyszer. Ez megyen le, akkor alóra. Ez. Még mindig? Még mindig, igen. Ez a nekem a golyó, 25 péter. Ez megyen le teljesen. Tessék, le volt. Megnézhetem. Lehet érezni azt. Nem mindenki érzi. Na, most például ez a kémény ventiláció. Az 100%. Az csak a levegőztetés. Csak, akkor. Igen. Aha. Ott van a közepső, az fűtenek ott is. Az 100%. Tehát amelyik fekete, a belseje. Igen. És hogyha mondjuk most itt megakadt volna 10 méteren, akkor jön az, hogy addig kocogtatom ezzel a golyóval, amíg át nem törik. Szóval kell, hogy hozzák bemenni a házba. Hogy mi van ott, ha például nem működik a kémény, akkor muszáj bemenni, ha adnak nekünk például. Na. Ez ventiláció. Ez 100%. Ezt tudom, ezt a kéményt. Na, tessék. Ez sokkal hamarabb ért véget. Ez fejjebb van. Ez csak megy a gázra. Ez megy a kályhára. Na, ez például... Na, ez egyik sem, mert ez fekete, az tiszta. Az lehet körülbelül, hogy még a régi. Ez is lemegy. Jó, lemegy. Az a legmélyebb. Ez is úgy jött. Ugyanaz.
És mondjuk egy nap, egy átlagos napon hányszor ereszti le és húzza? Attól, hogy milyen a háztetet. Jó, azt értem, de úgy 20-szor, 30-szor, 10-szer. Nem. Például ilyen lakás, mint ez, mit mond neked egyet őszintén? Hamar megcsináltok, adnak más munkát. Értem. Na, itt életem például, mit mond neked? Na, délig itt lenne kicsikét. Oda, amoda. Sose félt a magasságtól? Sose. Se fiatalon, se? Se. Most már nem. Már nem. András szokott félmenni. Én alul vagyok mindig, legtöbbször. Becsenget. Én neki visszacsengetek, hogy mi van, enged máshova, mert nem oda jöttél be. Telep is múlt héten egy helyre, nem oda engedte be. Bement a másikba, ráütött kettőt, lehullott a piszok, tégla, hogy fél tégla, akkor még utána még ütött, hogy ötször ráütött, a tégla lement, az ők kémények, és akkor kész, tiszta. A szobafűtésekhez és konyhák tűzhelyeihez, nyitott égésterekhez tartozó kémények keresztmetszetét pontosan megállapítani bajos. Általában egy kályhára és tűzhelyre 55-56 négyzetcentiméter kémény keresztmetszetet számítanak, és egy légtérből egy szintén három kályha kaphat közös kéményt 180 négyzetcentiméter területtel, illetve 16 centi átmérővel. Négyzetes keresztmetszet esetén a négyszög egy-egy oldala 21-26 cm-ig lehet, ezek az úgynevezett orosz kémények. Ha a kéményt belül mászhatóvá is akarjuk tenni, a négyszög oldala 40-47 cm legyen. A kémények a tetőből való kijutására és a helyére külön kell ügyelni, mert nem megfelelő kialakítás esetén a szél leveri a füstöt. Minden szakmának megvan a szépsége. Igen. A kéményseprő szakmának mi volna a szépsége? Ha jönnének fiatalok dolgozni. Nem. Ja. Az a lényeg, ide figyelj. Maga miért csinálja? Miért kezdte el csinálni? Na most ide leülök erre a kéményre. Jó. Ide figyelj. Az én apósom, nyugodjon békébe. Aztán a gyere, nem volt ember itten, a fiatal ember, már azok mind idősek voltak, és azt mondta, gyere, próbáld meg. Na, te elmentem vele dolgozni, egy hetet lehúztuk, na mi van, mondom, maradok. Megszerettem, és így csinálom tovább. Még bírok. De mit tudom én, van-e valami olyan, hogy is fogalmazzak? Mondjad. Hogy is fogalmazzak? Mit tudom én, fafaragó mondjuk kifarag egy szép szobrot, vagy tárgyat, akkor azt nézi. Értem, mit akarsz mondani. Én meg annak, hogy megcsináltam abba a házba a kéményt, tiszta legyen. Lepucoltuk, kivettük a piszkot belőle, megnéztük a tükör, ahol van ajtó, lent a kis ajtó, megnéztük, kipucoltuk. Na, tiszta. Ez tulajdonképpen egy szolgálat? Hát igen. Van olyan helye, ha például esetben a kémét, azt nincs külön kiszedni a piszkot. Becsináltál. Most mondom, mit csinálják? Azt mondja nekem az asszonka, hogy voltam Andrással, hogy megvehettük a lyukat, ahol volt régen az ajtó, mert akartak csinálni remontot, bejtehet. Jó, kivertük, kipuszolt, kivettük együtt egy piszkot belőle, kész. Alul még felszoktatunk felfele, kefefűvet kiment fel a tető felül, körül egyre vagy 30 centrél, és kész, tiszta. Na, azt hiszem, hogy betettük a téglát vissza, becsináltuk, vagy mondom, asszonyka, vegyen egy ajtót a bazárba, tegyen be ajtót, hogy ne kell verni a falbát, utána persze világos romi, hogy csinálják a remontot, mert utána szégyen vágni megint, hát tegyen egy ajtót be. Úgy is fog. Megcsináltam, kész. Na, már kettel akarom, mert magamban sok mindent csináltam. Én 10 éve dolgoztam magamban, 10 éve. Hogyha apósom meghalt. Ha ajánlani kellene a fiataloknak, vagy bárkinek? Nem jön senki sem. Na de mégis, ha... Hát, ez a fizetés.
Hát újból kezdeni, azt csinálna a végén, még tovább. Ugyanezt csinálna? Hát persze. Hát de kevés a fizetés, nem azt mondja? Na, abban az időben mi kaptunk jó fizetés abban az időben az oroszok alatt. 320-280, abban pénz volt. Ez csak téli szezon volt, már nyáron kevés volt. Mert nyáron kevés volt a seprés is, de télen volt. Na, mi párubat is kerestünk, úgy ide emelni kémény megcsinálni, a sport kipucolni, a csövet kivinni, kipucolni, egy rubel, 50 kopek abban az időben, de 50 kopek volt. Ez olyan volt, hogy 5 rubel most az lesz, én szerintem. Megint csak megkérdezem, hogy mondjuk 20-30 év múlva lesz még kémény seprő? Kell még kémény seprő? Hát, kéne. Most mindenki megyen át a fafűtésre, mert sok a gáz nagyon drága, amíg az igaz. Például, ha az ember úgy jön ki, én álmom, hogy kazán van nekem a kis kályha a konyhában, az nekem például még sok is. Nagyon beleg. Van benne nekem egy másfeles kályha két szobára, jó, 20-22, az dosszig elég. Például ezt a kazát megvettem, nagyon meleg. Mindig vágom a fát kicsire. A kéményseprőnek ki kotorja a kéményét? Ki? Hol? A kéményseprőnek. Ott hol? Igen. Hát a bolond kéményseprő. Igen? Hát a kettő. Ahhoz mit szól, hogy az emberek, mint szerencsehozónak is? Hát ide figyelj, mondok el egyet. Van nekem, hogy úgy letoltak, hogy le a kalap. Mikor magát látta, nincs sose szerencsém, mondanak, akkor ne lássol sose. Van, aki azt mondja, Berti, köszönöm, hogy láttalak telep, azt mondja, volt szerencsém, mondom, hál' Istennek. Na most mit mondjak? És seprőnek szerencséje volt az életben? Szerencséje van az életben? Nekem idáig? Jó. Meg vagyok elégedve, meg vagyok őszintén neked. És végül, ha kémény seprővel találkoznak, ne felejtsék el megfogni a gombjukat. Hogy miért? Mert a babona szerint akkor biztosan szerencséjük lesz. Már ha találkoznak. Mert bár a biztonságunk szempontjából nagyon fontos mesterség, a kéményseprő nagyon fogyóban van. Beregszázban például bárkit megkérdeztem, nem tudott ajánlani senki aktív kéményseprőt.